Világrekord kísérletre készül a Meseszó Egyesület és a Csürdöngölő Kulturális Egyesület. A szeptemberben zajló próbatételen a leghosszabb folyamatos mesemondás kategóriában indulnak a mesélők. Pintér Zsolt, a Csürdöngölő Kulturális Egyesület vezetője elmondta, mert több mint 100 ember csatlakozott a kezdeményezéshez, de továbbra is várják a jelentkezőket. Bárki jelentkezhet, tehát nem kell, hogy profi mesemondó legyen, vagy ebből éljen meg. Várunk gyerekeket, szülőket, pedagógusokat. Két feltétele van a részvételnek, az, hogy élőszóban kell mondani a mesét, tehát nem lehet olvasni, tehát el kell mondani a mesét, és a másik, hogy népmesét kérünk, mivel hogy a magyar népmesekincsnek szeretnénk egy emléket állítani ezzel az eseménnyel. Jelentkezni augusztus 20-ig lehet a népmesefesztivál.hu weboldalon, a világrekord kísérlet fülre kattintva. A kísérlet szeptember 11-én délután 7 órakor a 7-7-60 népmesefesztivál gála koncertje előtt ér véget. A jelentkezők számától és a vállalt mesemondás hosszától függően a résztvevőkkel folyamatosan töltik fel az időpontokat. A rekordkísérlet célja, hogy felhívja a figyelmet az élőszavas mesemondás fontosságára és a mesei szövegfolklór gazdagságára. Hát ennyi volt, mese volt, aki hallgatta, azért. Köszönöm, hogy meghallgattam.